A Grimm fivérek klasszikus meséje alapján írta Larry Hastin. Csodás érzés mindenkit, tárt ki a szíved, szórt hát szét. Nincs ennél szebb talán, nincs is ennél jobb talán, nehogy szereteted magadba zárd. Ez a történet a szeretetről szól, és arról, hogy a szeretet és a szépség erősebb a gonoszságnál és féltékenységnél. Sok évvel ezelőtt túl az Óperencián létezett egy parányi, csodaszép ország, amelyben egy jó és kedves király uralkodott. Felesége a királynő szintén bájos és szelíd volt. Az országot átjárta szeretetük melege. Született egy lányuk, akinél szebbet még nem látott a világ. Hófehérkének nevezték. Sajnos röviddel Hófehérke születése után anyja, a jó és nemes királynő egy rejtélyes kor következtében elhunyt. A király hamarosan újra megnősül. Királynő is gyönyörű volt, de csupán külsőleg. Gonosz és kegyetlen nő volt, csak akkor érzett boldogságot, ha számtalan tükre egyikébe nézett. És amikor a jó király egy hadjárat során elesett, az új királynő egyetlen könnycseppet sem ejtett érte. Súlyos adókkal terhelte a népet, és a pénzt arra fordította, hogy szépségápoló szereket vásároljon magának. Az ország lakossága szomorú volt és rémült. A királynő sok tükröt birtokolt, de a kedvence egy varázstükör volt, amely mindig megmondta az igazat. Sok éven át minden egyes napon a királynő feltette a kérdést tükörképének. Tükröm, tükröm, válaszolj, örökké igazat szólj. Mondd meg hát, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken? És a varázstükör minden alkalommal pontosan ugyanazt válaszolta. A válasz úrnő nyilvánvaló, szépségethez nem ér fel a szó. Aztán egy végzetes napon a királynő némiképp eltérő választ kapott. Valójában igen meglepő választ. A bőre tiszta, mint a frissen hullott hó, a szeme rabulejtő, leigázó, ajka vérvörös, ében csillan haján, Hófehérke a legszebb leány. Tessék, hogy lehet ez? Én vagyok a legszebb nő a földkerekén. Mindig az voltam, és mindig is annak kell lennem. Átkozott tükör! Hogy mondhatod, hogy ő gyönyörűbb nálam? Igaz, szép vagy valóban,
de a legszebb mégsem te vagy, mert hófehérke szépsége ott kezdődik, ahol a tiédnek vége szakad. Ah! Azonnal küldjétek be a királyi vadászt! Tehát megértetted, mit kívánok tőled, hűséges vadászom. De felség! Csak egy kérdést tettem fel. Megértetted? Igen, felség, megértettem. Helyes, mert ha kudarcot vallanál, akkor ma este más neveznék ki a vadászok élére. Világosan fejeztem ki magam? Igen, felség. Akkor megértettük egymást. Elmehetsz! Ne féljetek, nem bántom a rejtek helyeteket. Milyen csodás napunk van ma. Láttál már ilyen tiszta napos és gyönyörű időt, vadász? Még a legfényesebb napon is léteznek felhők, hercegnő. Ó, ne légy már olyan kímért. Kezdesz úgy beszélni, mint a nevelőanyám. Bárcsak rájönnék, hogy tehetném őt boldoggá. Nem aggódnál annyira a királynő boldogsága miatt, ha tudnád, miért küldött ide. Tudom, hogy szedjünk szamócát a királynőnek, azt talán felvidítja. Vadász, mire készülsz? Én nem vagyok rá képes. Vadász, mi a baj? Menekülj, fuss az életedért. Fussak, miért kéne menekülnöm? A királynő, irigy le a szépséged. Azt parancsolta, hogy öljelek meg. Engem? A királynő bármit megtenne, hogy holtan lásson. Holtan akar látni? Nem tudom elhinni. Biztosan tévedsz. Sajnos nem tévedek. Indulnod kell. Fuss, ahogy csak bírsz, eredj! Oh, mi van veled, ha nem engedelmeskedsz? Azt mondtam, rohanj! Oh, sohasem feledlek el, vadász. Én sem téged, hercegnő. Most gyorsan, indulj hát, és ne térj vissza. Sem láttam nálad bájosabb teremtményt az erdőben. Ó, kérem, ereszen! Ki vagy te? És mitől rettegsz? Hadd segítsek rajtad! Utána! Tudnom kell ki ő! Soha életemben nem láttam ilyen szépséget. Soha nem éreztem e félét. Azt hiszem, ez a szerelem. Uram, eltűnt a szemünk elől! Így igaz, uram! Talán boszorkány volt, vagy szellem? Nem, barátaim. Ilyen arccal nem lehet sem boszorkány, sem szellem. Mindenre esküszöm, ami szent, hogy megkeresem ezt a lányt, bármeddig tart is. És ha szerencsés vagyok, ő lesz az én hercegnő. Hófehérke még sosem látott ilyen helyet, de úgy érezte, biztonságos. Ha-hó! Van itthon valaki? Ha-hó! Hallanak oda bent? Úgy értem, lakik itt valaki egyáltalán?
Milyen aranyos kis székek. És milyen bájos kis asztal. Pompás illatú étel. Ez biztos gyerekeknek készült. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 7 van belőlük. Biztos nem bánják, ha belekóstolok egy kicsit. Megijesztem a sétától. Biztos rendes gyerekek laknak itt. Ébren kellene maradnom, hogy megköszönjem nekik. Hófehérke természetesen nem tudta, hogy ebben a házban nem gyermekek laknak, hanem törpék, méghozzá 7, és egyformák mind a 7. Ki ült a székemen? Valaki használta a kamalam. Megettem a levesem. És a kenyerem. Ivott a poharamból. Harapott a gyümölcsemből. És az ágyamban alszik, nézzétek. Ki lehet? Hogy került ide? Hát nem gyönyörű. Szép, de hogy került ide? Felébred. De az én ágyamban alszik. Hát senki nem mondta nektek, hogy nem illik kiabálni, ha valaki alszik? Nem. Soha, de nem ám. De te az én ágyamban vagy. Ez igen, az én ez ágyam. Benne van az ágyban. Egyébként ki vagy te? Bocsánat, hiszen még be sem mutatkoztam. Csupán felébresztettetek. Hófehérke vagyok. Tényleg sápat vagy egy kicsit, kislány, de mi a neved? Hófehérke a nevem. Hófehérke? Elég szokatlan név, ugyebár? Fogalmam sincs, még sosem gondolkodtam ezen. És én megkérdezhetem a ti neveteket. Hapci! Szundi. Szende vagyok. Szólíthatsz Vidornak. Tudor! Kuka. Az én nevem Morgó, és még mindig az ágyamban vagy. Valóban. Ne haragudjatok. Örülök, hogy megismerkedtünk. Nos, kis betolakodó. Hallottál már birtokháborításról? Hófehérke a nevem, és igenis hallottam róla. Sajnálom, de többször is kopogtam, de senki nem felelt. Az ajtó megnyitva volt, és bejöttem, és azután azt hiszem elaludtam. Az ágyamban, úgy bizony. Mondtam, hogy sajnálom, de belefáradtam a futásba, és nem volt hová mennem. Menekülnöm kellett a királynőről, és én... Ugyan, ne sírj! Tessék! Miért futsz a királynő elől? Nem mintha faggatni akarnálak. Ő a nevelőanyám. Nézd, tudom, hogy a szülők néha rettenetesek, de azért nem kell elszökni. Bizony. Jól mondja, haza kell menned. A nevelőanyád már aggódik, érted? Nem értitek. Holtan akar látni engem? Holtan? Azaz. Igen, attól tartok, így van. De miért? Miért kívánna egy ilyen bájos kislány halálát? A királyvadász szerint azért, mert... féltékeny. Nos, igaz, hogy a királynő hiú és gonosz nő személy. A vadász azt mondta, a szépséget irigyli. Sokszor hallottam arról, hogy semmit nem bír elviselni, ami szépségesebb nála. Te pedig bizony az vagy. Köszönöm szépen. Hallottam, hogy a kertészek lenyisszantották a rózsák szirmait, mert a virágok csodásabbak voltak nála. Igen, ez igaz. Én pedig hallottam, hogy jó időben behúzatja a függönyt. Nehogy azt mondhassák, az idő szebb nála. Azt mondta, a rózsák nem is virágzottak. Minden szó, amit mondtatok, az igaz. Akkor azt mondom, essünk neki. Tiheten a királynő testőrsége ellen. A lényegre tapintottál! Nem úgy van, velünk maradhatsz,
itt? Valóban? Ameddig csak akarsz. Megvédünk attól az izé... Végtére is. Ő az anyja. Nevelő anyja. A nevelő anya szeretete épp oly tiszta lehet, mint a valódié. A féltékenység tette gonoszszá. Hát én nem is tudom, fiúk. Nincs egy csöpp fölös helyünk sem a házban. Ó, kérlek, szívesen itt maradnék veletek. Nem foglalok sok helyet. Viszonzásul főzök rátok, mosok és takarítok, valamint mindent megcsinál. Elég, hagyd abba! Ha hercegnő vagy, mint állítod, honnan tudod, hogy kell főzni, mosni, vasalni? Miért ti nem tudtok? Na, nem. Fiúk, ez túl szép, hogy igaz legyen. Jó van, maradhatsz, de valahol máshol kell aludnod. Parancsolj, Szundi. Rende vagyok. Ó, bocsánat. Az uzsonnát, Tudor. Vidor! Hogyne, Vidor? Tudor? Majdnem. Kuka vagyok. Ó, srácok, ne féljetek, belejövök hamarosan. Ideje felírni a nevünket a kabátunkra. Ne sietek, kuka. A testvéred vagyok, de néha én sem tudom, melyik vagy. Morgó vagyok. Látod? Nézd, hófehérke, ha a mostoha anyád valóban annyira gyűlöl téged, mindenképpen végezni akar majd veled. Légy napközben nagyon óvatos. Ne engedj be olyat a házba, akit nem ismersz. Ne aggódj, nem fogok. Még egyszer köszönöm a kedvességedet. Hapci? Úgy van. Szóval, a kislány még mindig él. Átok a nyomorult vadászra. Semmi vész. Egyszerűen magamnak kell kezembe vennem ezt az ügyet. Nem lesz túl nehéz, és csupán egy gyöngécske ártatlan gyermek. És amint megszabadultam tőle, nem lesz az egész királyságban gyönyörűbb nő, mint én. Soha! Hófehérke így menedéket talált gonosz mostohája elől. Boldogan segített a törpéknek, akik búvó helyet nyújtottak neki. Legalábbis azt hitte, hogy elrejtőzött. Ki gondolná, hogy egy olyan szépség, mint én, ennyire csúnya is tud lenni? Karperec, nyaklánc, övek, sálak. Üdvözlöm nálunk, kedves utazó. Mi szél hozta ide az erdő mélyére? Hogy eladjam az árumat, kedvesem. Nincs kedved megnézni néhány csodálatosan szép nyakláncot? Dehogy nincs. Mit hoztál? Ó, csak nem riadsz meg egy vénkereskedőtől, igaz? Nem, persze, hogy nem. De attól tartok, nem tudom megvenni a csodaszép nyakláncokat. Ó, nos, talán kitalálhatunk valami más, drágám. Ha mutassam meg, milyen jól menne ez a ruhádhoz. Nos, próbáljuk fel. Ó, valóban bájos, ugye? Várj csak, amíg megigazítom, kedvesem. Rajta fordulj meg, én majd megkötöm rajtad. Óvatosan, ne olyan szorosan. Kezdi szorítani a nyakamat. Épp ez a lényeg, drágám. Meglátjuk, hogy ki a legszebb a földkerekén. Ah!
Ruhát van. Hó, fehérke, csak nem. Csak nem. Meghalt. Én nem emlékszem. Láttál valakit erre felé? Csak egy vénasszony kínálta a portékáját. A királynő! Hófehérke, mondtam, hogy óvakodj az idegenektől! Ó, de csak egy ártalmatlan idős asszony volt. Valóban, szerinted ez ártalmatlan? Azt mondjátok, hogy a mostoha anyám volt. Csak egy olyan hatalommal bíró lény, mint a királynő képes ilyesmire. Ó, szégyellem, hogy hittem neki, nem fordul elő többet. Nem a te hibád. A királynő valóban ért a varázslatokhoz. Nos, a lényeg, hogy megúsztad. A jövőben légy óvatosabb, senkit se eresz a ház közelébe, és senkit ne engedj közel magadhoz. Nem, nem fogok. Semmiképpen, megígérem nektek. Köszönöm, hogy megmentettetek, barátaim. Tükröm, tükröm, válaszolj! Örökké igazat szólj! Mondd meg hát, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken? Bája mindenkit elbűvöl, tisztaság árad a szívéből, és akármilyen szép lehetsz, versenytársa nem lehetsz. Még él! Hogy lehet ez? Sosem szabadulok meg ettől a gyerektől! Higgadj le! Nyugalom, nyugalom! A dű ráncokat okoz. Na lássuk! Ha a lánc nem tudta belőle kiszorítani az életet, valami sikeresebbet kell kitalálnunk. Mégpedig hamar! Nekünk így ez megfelel, tél, tavasz vagy ősz és nyár, minket mindig itt talál. Hip, hip, hurrá, ma újra munka vár. Hip, hip, hurrá, mind nótán messze száll. Sürgőn forgunk, mint a méh, nem állhat meg semmiképp. Fürgő nyár, a kéz és láb, mind elvégzik a dolgát. Hip, hip, hurrá. Valakinek otthon vigyázni kellene rá. Rá? Kire? Kire? Tudod? Rám? Nem, nem. Nem rád, rá. Kire? Hát hófehérkére. Miért nem mondtad mindjárt? De mondtam. Dehogy. De igen. Hé, nyugi fiúk. Nem őrizhetjük a nap minden percében. Meg kell tanulnia, hogyan vigyázzon magára. De még csupán gyerek? A gyerekeknek is el kell kerülniük a veszélyt. Lehet, hogy ez nagyon szomorú, de közben nagyon is igaz. És ha a királynő visszatér? A királynő nem fog visszatérni, ne feledd. Azt hiszi, hogy Hófehérke meghalt. A királynő sok mindent megtudhat. Így van. Mi lesz, ha megint megpróbálja meggyilkolni? Csak annyit mondhatok, a királynő jobban jár, ha nem próbálkozik semmivel. Ha mégis én... Oh!
Kellett nekem ilyen sok iker. Hófehérke tanult az esetből. Bár mindenkiben megbízott, megfogadta, hogy nem hagyja magát lóvá tenni. Ragaszkodni kellett volna fogadalmához. Kiváló! Senki sem lát át az álcámon! De vigyáznom kell, nehogy megijesszem! Jól van, uram. Kérem szépen, tudna hozni a vénembernek egy pohár vizet? Ó, persze, hozom már. Hálásan köszönöm, kislány. Öreg csontjaim elfáradtak a hosszú úton, míg ideértem a faluból. Szívesen látnám, kedves uram. Behívnám a házba is egy időre, de sajnos nem tehetem. Persze, nagyon jól teszi. Óvakodni kell ám az idegenektől, még az olyan vénektől is, mint én vagyok. De hát egy ilyen idős ember milyen kárt okozhatna? Többet, mint gondolnád, drágám, többet, mint gondolnád. Tessék, hadd viszonozzam e szerény ajándékkal az ön kedvességét. Ó, nem fogadhatom el, csupán egy kis vizet hoztam. Dehogy, a kedvesség mindig jutalmat érdemel. Tessék, fogadja el ezt a fésűt. Ez az egyetlen tulajdonom. Csak az ön csodás fekete hajában lehet még ennél is szebb. Biztos nekem adná ezt az értékes és gyönyörű fésűt. Egészen biztosan, biztosan. Tessék, tessék. Lássuk, hogy mutat. Na végre. A méreg, amit a fésűre csöppentettem, valóban igen hatásosnak bizonyult. Ég veled, kislány. Ég veled, és sose lássalak. Mindig örülök, ha külföldi látogatóim érkeznek. Ráadásul királyi személyek. Megtiszteltetés. Ó, felség! Messzire került az országától, fenség. Minek köszönhetjük a látogatást? Ó, legnemesebb és hatalmas úrnő. És gyönyörű. És gyönyörű úrnőm. Keresek valamit. Keresel valamit? Igen, az igazi szerelmet. Nincs is ennél fontosabb dolog. Nincs más választásom. Ide jöttem, hogy megkeressem a szerelmemet. Igazán elbűvölő, kedves hercegem. Azonban, ha bár a külsőmről nem mondanád meg, a korom alapján anyád lehetnék. Na, legalábbis a nővéred. Ó, nem, felség, félreértesz. Nagyon kedves vagy, bámulatba ejtesz, de idősebb vagyok, mint gondolnád. Én félreértettél a személyt illetően. Én egy holló fekete hajú, rubinajkú lányt keresek. Csak egyszer láttam őt, de soha nem felejtem el. Hallottam, hogy van egy leányod. A lányom? Ó, nyilván a nevelt lányomra gondolsz. Mesélek egy gyönyörű hercegnőről, aki ebben az országban él. És arra gondoltam, talán... Rosszul gondoltad! De... Biztosíthatlak, a szépségéről szóló mesék túlzóak. A szépsége nem fogható az enyémhez. Legalábbis így mondják. Biztos vagyok benne, felség. Hidd el, így van. Ha bár úgy van, ahogy állítja, azért találkoznék vele. Sajnos, többé már nincs velünk. A bolond vadászom kivitte az erdőbe és elveszítette. Nem maradt utána semmi nyom. A legjobb embereim sem tudták megtalálni. Nyilván már nem él. Felfalták a vadállatok. Vagy talán mérget evett. Rettenetes lehet. A gyermek elveszett, összetört a szíve. Végasztalhatatlan vagyok.
Tudom, mit érez. Magam is elveszítettem azt a leányt, akit tiszta szívemből szerettem. Ó, milyen tragikus véletlen. Részvétem a fájdalma miatt, de nem maradhatok itt. Ameddig lehetséges, hogy a szerelmem életben van, kutatnom kell utána. Egész hátralévő életemet ezzel töltöm, ha kell, míg rátalálok. Ó, milyen szerencsés, hogy ilyen hódolója akadt. De mihez kezdesz, ha mégis kudarcot vallanál? Vagy ha mire megtalálod? Ó, nem is tudom, hogyan fejezzem ki magam. Meghal. Akkor én is meghalok. Ugyan, nem mondhatod komolyan. Egészen komolyan mondom. Vagy megtalálom azt a lányt, vagy végzek magammal is. Köszönöm, felség, hogy fogadott, és kívánom, hozzon feledést az idő. Igen, köszönöm. Jár szerencsével. Köszönöm, felség. Nem vallhatok kudarcot. Ne bámulj így rám. A szavaim többsége igaz volt. Végül is tényleg halott. Gyorsan! Vedd le a láncot, gyorsan! Nincs rajta semmilyen lánc. Akkor keressünk valami. Mi ez? Mit találtunk? Ajaj, még nem ébred. Mi történt? Azt mi is szeretnénk tudni. Én sem tudom. Egy öregnek adtam egy pohár vizet, és ő pedig adott ajándékba egy fésűt, de másra nem emlékszem. Hófehérke, az nem öreg ember volt, hanem a királynő. De hát olyan kedvesnek látszott, és olyan öregnek. Ő nem lehetett, biztos. Nem? Nézzetek ide! Ne feledd, amit mondtam, Hófehérke! Ne feledd, mit mondtam, Hófehérke! Nem nyugszik, amíg nem végez veled. A varázs ereje hatalmas, és bármilyen álcát képes felölteni, bármit a világon. Sose feledd el, vagy a jó szíved halált hoz rád. Nem, nem felejtem el. Megígérem, emlékezni fogok. Talán egyikünk itthon maradhatna veled holnap. Nem, nem, emlékezni fogok. Esküszöm nektek. Kérlek, nem akarok nektek több gondot okozni. Gondot? Ugyan már, mi szeretünk téged. Nem jelentesz nekünk gondot. Tükröm, tükröm, válaszolj. Örökké igazat szólj. Mondd meg hát, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken. Minden erőfeszítés dacára, Hófehérke a legszebb lányka. Még az elvakult is látja, nincs-e világon párja. Már megint? Nyomorult törpék! Utoljára bántak így el velem. Olyan gonosz, olyan irgalmatlan tervet szövök, hogy ezúttal semmi sem menti meg Hófehérkét. Senki sem lehet gyönyörűbb nálam. Különösen nem ez a nyavajás kiskorú. Hófehérkének halállal kell lakolnia, és halott is marad örökre. Nem akar almát venni, hölgyem? Nem, köszönöm. Nem akarlak megsérteni, de jobb lenne, ha most minél gyorsabban távoznak. De frissek. Ma reggel szedtem az apám kertjében. Ha ön ne talán megvenné, nem kéne elgyalogolnom a faluig. Sajnálom, de nem kérek almát. Ó, kérem. Nézze, nézze, milyen érett mindegyik. Ah, tényleg gyönyörű szép almák. Ne feledd, amit mondtam. De köszönöm, nem kérek. Látja, hölgyem, még a szél is azt akarja, hogy kóstolja még ezeket a gyönyörű almákat. Azt nem hinném, de azért köszönöm. Ó, kérem, ha nem adok el egyetlen almát sem, az apám meg fog büntetni. Ó, kicsikém. És egyet sem tudtam eladni egész nap. Nem, nem kóstolnám meg az egyiket, csak
leharapás, semmi több. De hogy csináltad ezt? Gyakorlat. Tessék, megfeleztem egyet. Hát... Na, látod? Ízletes. Rajta, kóstold meg. Ingyen van. Valóban finom. Hát, talán mégis... Vagy talán mégsem. Meghalt, végre! Hallgatnod kellett volna a barátaidra, hófehérke. Ne beszélj idegenekkel, még akkor sem, ha gyerekek. Húzd ki a fésűt! Milyen fésűt? Nem látok fésűt. Akkor a láncot, vedd le a láncot, gyorsan! Láncot sem látok. Csönd legyen! Vége! Vége! Eltűnt az utamból. Tükröm, tükröm, válaszolj! Örökké igazat szólj! Mondd meg hát, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken? Nincs már benne több élet, hófehérke elenyészett. A választ könnyen megmondom, nincs nálad szebb a világon. Na végre, erre vártam! Ott feküdt a lány. Hófehérke jósága és kedvessége olyan hatással volt a törpékre, hogy képtelenek voltak eltemetni. Áltak mellette, bámulták és reménykedtek. Csodáért imádkoztak. Hogy lehet így kegyetlen a sors? Hosszú ideje kutatok mindenhol egy csodálatos lány után, és így találok rá. Mi történt? Hogyan halt meg? Az a gonosz lélek tette. A királynő. Hófehérke, végre megtudtam a neved, és késő, túl késő. Magammal vihetem őt. Tessék, nem, soha! Kérlek, könyörgök. Elviszem őt a palotámba, és bármennyit fizetek annak, aki életre kelti. Tudom, hogy lehet, meg lehet tenni. Ha az életének vége, az enyémnek is. Biztosan van rám mód, hogy levegyük róla ezt az átkot, mert szerintem csak alszik. Félek, hogy tévedsz, herceg. De mivel látom, hogy éppen annyira szereted, amennyire mi, talán megtalálod a módját, hogy felélezd. Hadd próbálja meg. Vigy csak el. Köszönöm, kedves törpék, és esküszöm, ha meglelem a módját, hogy életre keltsem, először nektek szólok a csodáról. Ide! Vigyázzatok rá! Ő az én szerelmem. Szelíden bánjatok vele. Ó, de hát hol vagyok? Az a férfi tart karjában, aki a férjed lesz. Édes, gyönyörű szerelmem. Történt, hogy a szépség és a kedvesség diadalt aratott a gonoszság és féltékenység fölött. Hófehérke és a herceg egybekeltek, és mindenkit meghívtak az esküvőre, aki élt és mozgott. Remélem, a mennyasszony nem fog elalélni, amikor megjelenek az esküvői bálon. Nyilván minden tekintet rám fog majd szegeződni a földkerekség legszebb nőjére. Ó, mi a baj?
Tükröm, tükröm, válaszolj, örökké igazat szólj. Mondd meg hát, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken? Elbuktál, hát nem látod? Szebb nálad a nevelt lányod, holló szín a haja, a bőre márvány, hófehérke a leggyönyörűbb lány. Nem! 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 Ez? Az irítséged átok lett, a jó szerencséd elveszett. A varázskapon áthaladsz, most már mindig itt maradsz. Gonosz arcod eltűnik, senki sem néz rád majd itt. Üdvözöllek, hiába minden, sosem szabadulhatsz ki innen. Hófehérke és a herceg összeházasodtak, és még ma is élnek, ha meg nem haltak. Tácsi Viki és a Viki Suli tanítványai. Magyar hangok. Roatis Andrea, Bíró Anikó, Barabáski Zoltán, Cséh Németh Lajos, Csuha Lajos, Rosta Sándor, Szokol Péter, Szűcs Sándor, Tejzi Gyula, Rajkai Zoltán, Németh Gábor, Melis Gábor, Varga Tamás. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Győrvári Judit. A Szinkron a Premier International megbízásából a Szinkron stúdióban készült. Producer Csaba László. Forgalmazza a Premier International.